Mi van? Ez megrázott. Most nem úgy néz ki, mint egy íti, na. Fiú. Mi van, öcskös? Sziasztok! Ez egy különleges videó lesz, mert Trixie azt hiszi, hogy ez egy sima rajzkihívás bekötött szemmel videó. Igazi youtuber! Egyébként az lesz, csak rendeltem valamit az internetről, és meg fogja rázni az áram, hát nem olyan durván, de ilyen prankes, szivatós cucc, és az a lényeg, hogy mikor kipróbálja, akkor nem számít rá, és kicsit megszivattam, úgyhogy a videóban még egyszer be fogok köszönni, amikor Trixie-vel leszek, mert ő nem számít, erre nem tudja. Minden el van tervezve, majd meglátjátok. Nagyon jó lesz, jó szórakozást. Csákány. Sziasztok, én Johnny vagyok, ez pedig itt a Bondbolond csatorna, és velem tart a párom Trixie. Sziasztok! Ez a rajzkihívás bekötött szemmel negyedik része. Pont most néztük meg a YouTube csatornámon, több mint egy éve nem volt ez a sorozat, pedig egyébként nagyon szeretjük, csak el lett úgy hanyagolva, meg más videókhoz is volt kedvünk. Vagy a közönséggel majd, aki nézni fogja ezt, mert gondolom nézni fogja. Mostanában sajnos nem is volt annyi sok videó, de ezt ugye el is mondtam az előző videóban. Nem tűntem el, csak voltak dolgaim, és úgy alakult, de igyekszem minél a videót feltölteni, és ezt a sorozatot is fogjuk természetesen folytatni, mert nagyon szeretjük. Úgyhogy jön a tavasz. Hát, hogy én már nagyon vártam azt, hogy újra szerepeljek. Nyilván nem volt úgy időnk, sajnos, de most már én is úgy visszatértem, ezt a sorozatot kifejezetten szerettem. Nagyon nehéz megvágni, ezt meg is értem, nagyon sokszor beszéltük, tehát egy éve és körülbelül 4 hónapja volt felrakva az előző rész. Oké. Viszont ezek a kis szavak, ezek már azóta megvannak, úgyhogy beleraktuk egy ilyenbe, ez 80 darab szó, úgyhogy hát lesz még pár rész, készüljetek. Igen, aki új néző, csak így tényleg röviden mondom, nem utassuk senkit. A lényege arról szól, hogy bele vannak írva szavak ebbe a kis dobozkába, és aki kihúzza, ugye az illető most például Trixie fogja kezdeni, és akkor kihúzza, azt a szót, neki le kell rajzolni, bekötjük a szemét, és nekem ki kell találni, hogy mi az, mert én ugye nem fogom tudni, hogy mi van a papíron. Röviden egy igazából, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást. Csak egyet. És nem mondhatja el nekem, hogy mi az. Azt tedd félre. Oda magad mellé, nem fogom megnézni. Jó. Vagy tegyem ide? Nem, itt jó, jó lesz. Bekötöm magamnak. Jó, és én majd visszaszámolok, és szólok, hogyha add ide a tollat, vagy ezt a kezedre fogom adni. Meg a telefonomat. Ott a telefonod? Úristen! Hát, én vissza fogok számolni 5-től, és Trixie-nek a kezébe adom, és ő azonnal elkezdi rajzolni, és fél perce van, hogy lerajzolja. Pillanat. Akkor... Megvan a füzet? Igen, de attól még ideadhatod, hogy érezzem. Jó. 5, 4, 3, 2, 1. Ez mi? Szól. Basz! Szól. Basz! Mik a bet? Mi van? Ez megrázott. Ez egy prank volt. Nem. Úristen, 4 hónapja megvan már az a toll. Kaja... Uram, atyám, ez... Természetesen nem indítottam el, erről szólt az egész, ezért akartam ezt a sorozatot. Ó, értem már, miért voltam annyira lelkes.
Nem, amúgy tényleg szeretjük, na. Nyugi, ez igazi. Kezedbe adom. Jó, nyom meg. Na. De levetted róla az izét? Vagy felraktad az izét? Na, most viccen kívül. Kösz. Szóval jár. De vártam már, úristen, a 4 hónapja megvan. Bal mutató ujjamat. Mi ez? Nem hüvelykúj, bocs. Munkahelyen akartam, csak ha eljátszom, akkor meg rajz van a mellett. Tehát akkor 5, 4, 3, 2, 1. Tudod, hogy fél órára állítottad? Hoppá. Hogyha most jár le. Ezt fél óra alatt gondoltam, csak lerajzolom, na? Nyakkendő. Kocka. Valami nem, vagy igen. Füzet. Hát... Könyv. Mélyebben, igen. Könyv. Könyv. Ezt rendeltem az internetről. Van egy oldal, és onnan szoktam ilyen prank dolgokat rendelni, még nagyon sok dolog van, még fogom szivatni Trixit. Nyilván nem mondhatom el mi az. Ez már 4 hónapja megvan egyébként. Várjál csak. Bocsánat, 3 hónapja. Megérkezett, és videóba akartam megszivatni Trixit, hogy ti is lássátok, de hál' Istennek láttátok. Úgyhogy... Jó, és amúgy hol ráz? Miért nem rázott meg? De megrázott, csak nem tudom melyik részét fogtam, amihol megrázott. Hát próbáld ki. Nem. Hát akkor nem fogod tudni. Itt. Jaj, akkor próbáltam kattni. Jó, elég lesz. Így zsibbad az ujjam. Ugyanjus. Tessék. Több kérdőm. Magdi, hogy súzzál egyet. Nem nézem. Vili bácsi. Ajaj, nem áll. A műba. Nem, de hogy jó lenne annak. Virág. Nem. Fúha. Sok dolog eszembe jut róla, de... Kis kacsa? Nem. Ló. Nem. Kacsasőri emlős. Nem. De állat? Igen. Uram, atyám, szegény állat, hogy nézhet ki? Kitalált személy. Rább segítek, ne? Mici macka? Igen. Ez! De nem így akartam. Nem, mert úgy akartam, hogy ez a feje. Itt a... Izé a keze, a láb, ez meg a nagy gyomra. Szegény. Nekem erről tudjátok, mi jutott eszembe? Így őszintén úgyis majd látjátok úgyis közben látjátok, fotó, persze. Hogy milyen gyönyörű lett. Miközben én nézem, ti is látjátok ezt a csodás rajzot. Tudjátok, van az a nagyon csúnya, az a... Mint egy ilyen... Nyúlvány az az állat. Ilyen rózsaszín, tudjátok, voltak az interneten ilyen mémik is róla, ilyen nagy gömbök. Na hát... Konkrétan. Tollad majd a kezedbe adom? Nem, most ad ide. Légy szíves. Jó, na. Jó, így már semmit nem tudsz a kezembe adni. Mehet? Vagy megy? 5, 4, 3, 2, 1. Nem micmackó, de úgy néz ki, mint a te micmackód. Nem, nem is közben. Tigris. Közben nincs hozzá. Kesztyű? Kesztyű. Dinoszaurusz. Hát, amúgy annak nagyon jó lenne, de nem az. Disznónak az óra? Nem, de amúgy ez tök jó rajz. Ló? Nem. Teve? Igen, púpos teve. Látod, ott a kis púpja, ez meg a 4 lába. Ja, semmi. Hello.
ez csak segítség hozzá. Papír. Nem. Jegyzőkönyv. Nem. Füzet. Nem. Papírlap. Nem. Tinta. Nem. Hát ez mondjuk legyen tinta. Firka. Nem papír, nem papírból van. Alumíniumból. Na most komolyan, ez nem papír. Fa. Nem fa. De az radír. Az... Igen. Szép radír. Minimum egy Rambo! Mi, hogy néz ki radír? Jó, amúgy bárhogy nézhet ki, úgyhogy teljesen jó. Ez egy aranyos kis rajz. Kis herceg? Nem rossz. Az? Nem. De mondom, jó irányba haladsz, csak van szoknyája, basszus. Ja, bocsánat. Fiona? Nem. Mi nagy a feje? Hát, magamat rajzoltam. Van haja is, basszus. Királynő. Ah, igen, királylány, az. Hát most nem úgy néz ki, mint egy íti, na. Fió. Nem, mert akkor így rajzoltam volna. Jó, de nem szabad belerajzolni. De az jó poén volt ez a prank. Ja, persze. Öcsém, már mióta várok, hogy elsősorban munkáján akartam csak. Akkor ezért is úgy szeretett a szekrénybe. Ja. Szekrénybe? Értem. Fú. Katica? Méhecske? Az. Katica? Bogár Katica. Katica Bogár. Úgy van érve, Bogár Katica. Viccből, nyilván tudom. De ez jó volt. Na, akkor Katica Bogár. Bogár Katica. Bogár vagy. Világosan fejeztem ki magam? Még hogy tetszett nektek ez a rész, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Meg írjátok le kommentbe, hogy milyen videókat szeretnétek tőlünk látni a csatornámon, mik érdekelnek titeket, vagy esetleg ha tetszik ez a sorozat, mert nekünk mindenképp is szeretnénk folytatni, és szerintem fogjuk is. Én nagyon, nagyon jól szórakoztam, és tök jó ötleteket kaptunk, és nézzétek meg, még van egy csomó. Szóval biztos, hogy lesz még ebből a következő rész. Én meg remélem, hiányoztam. Csá! Így van, hogyha hiányzott Trixi, akkor írjátok le, hogy hiányoztál Trixi. Hát jó lesne amúgy. És ugye a videó végén, majd itt nektek jobb oldalt, majd megjelennek videók, kattintsatok oda, meg a kártyára, úgyhogy iratkozzatok fel. Ez volt a Pontbolond csatorna, én voltam Johnny. Ő meg Trixi. Metel legyen veletek, sziasztok! Sziasztok! Megnézted! Ja, és remélem észrevettétek, hogy van egy új kis szerzemény a csatorna miatt. Egyébként be lehet kapcsolni világét, csak akkor nem láttok semmit, mert erős a fénye. Sziasztok! Mi van, öcskös?